És akkor egy kis csináló december 1-én negyedszeri sportkonferencia az utánpótlásért, ezúttal a gyermekkori eredménykényszer és lelki traumái, a futballoktatás nemzetközi lemaradása, a skandináv nevelési példa és a tavó támogatás állami álmai a középpontban. Bruckner Gábor főszervező, az utánpótlásport.hu főszerkesztője és a korábbi fradi futballedző, Vince jön a részletekkel. Jó reggelt kívánok, uraim! Jó reggelt kívánok! Eh, hogyan alakult ki a fókusz, a témaválasztás ezúttal, Gábor? Hát mindig próbálunk olyan témákat választani, amikről azt gondoljuk, hogy nem csak minket érdekel, hanem a jelenlévőket is, és ezért találtunk ki három témát. Most a délelőtti programban, a, ahogy említetted, a gyermekkori eredménykényszerről lesz szó, tehát arról, hogy a, az, hogy a gyerekekből megpróbálják az edzők, adott esetben éppen a szülők kipréselni az eredményeket, már tizenéves korban, ez milyen hátulütőkkel jár a későbbi pályafutásra vonatkozóan, akár lelkileg, akár fizikailag. Délután aztán Vince úr lesz a egyik főszereplő, méghozzá hogy ő arról fog beszélni, hogy külföldön, vajon mit csinálnak másképp, mit csinálnak jobban, adott esetben nem csak a futballban, hanem egyáltalán az utánpótlás nevelés rendszerét illetően. Ugyancsak erről fog beszélni Bartal és István, a válogatott jégkorongozók, meg Svédországban hát szocializálódott. Jó, nőtt föl, és ugye ismeri azt a világot. Hegyire az egészet, majd a konferencia végén pedig az Állami Sportirányítás két vezetője, a Mobblosztály vezetője, Tóth József, és a frissen kinevezett Sport helyettes Kozman György beszél majd arról, hogy a az államnak milyen elképzelései vannak az utánpótlás nevés jövőjét illetően. Na most, mester, egy kicsit nézzük meg azt, hogy mire készülsz ezen a konferencián. Van bőséges nemzetközi tapasztalatot dolgoztál több országban edzőként. A Fradi első csapán a kispadja mellett sokáig az utánpótlást és a generációkat neveltél ott fel. Hát akkor, ha most azt mondom neked, hogy Nagy Ádám meg lejnhelyzler, és mindenki azt találgatja, hogy miért, és miért nem korábban, és hogy kerültek elő. Akkor mi a válaszod? Hát természetesen, hogy ennyi idő után illik két ilyen fiút összehozni a magyar labdarúgásnak. Nekem az a véleményem, hogy jóval több hasonló, tudású, és talán bizalmat, vagy elmaradt képzést, oktatást, nevelést, nem kapó gyerek létezik Magyarországon, és nekem az a véleményem, hogy az edzőink, kollégáink és az edzők felkészültsége az nem olyan, hogy ezeket a gyerekeket megtalálják. Ugye én 69-től kezdtem el a utánpótlás neveléssel foglalkozni, akkor már diplomás ember voltam, és én tulajdonképpen mindig azt mondom, hogy az egyes számú dolog, hogy milyenek lesznek a gyerekeink milyen lesz az utánpótlás eh, eh, labdarúgó eh, állományunk, az után, milyen lesz az utánpótlás eredményessége, az ugye nem a gólokban, hanem a nevelésben eh, rejlik, a nevelést az pedig felnőtt emberek végzik, és a felnőtt embereknek sokkal képzettebbnek kell lenni, főleg pedagógiai, eh, oktatói, nevelői és képzési szinten. Uh -huh, és akkor itt ebben látott most is a, a, az edzőtársadalomban a hiányosságokat? Óriási, így van, természetes, a gyerek semmilyen nem felelős, ezt tudomásul kell venni. Nincs olyan pedagógiai, oktatói vagy nevelői elképzelés, ahol a gyerekre fogják rá a hibát. Nálunk most ugye mindenki azt keresi, meg azt mondják, hogy hát itt a, a játékosokban van a hiba, nem a játékosokban van a hiba, ez komoly vezetői hiba, és komoly, még egyszer mondom, képzettségi hiba, hiányossága az edzőknek, mert sokkal sokkal többre képes, miután mi azért, és ugye ezt felejtik el, hogy igaziból mondhatjuk azt, hogy komoly tényezők voltunk a labdarúgásban, ugye az előbb említett idők előtt is, de még sokáig, én úgy érzem, hogy még 90, főleg 80, a 80-as években végig még nagyon jól álltunk, hiszen edzőink nagyon-nagyon sokan voltak kint külföldön, ezek között körülbelül a fele utánpótlás csapatoknál is volt, hát főleg arab országokban, de gyakorlatilag ezek az emberek mind képzett emberek voltak, és én ezt a képzettséget most úgy hiányolom, hogy megszüntették az úgynevezett labdarúgó szakedzőit, jóval kevesebb komoly testnevelő tanár, végzettségű, tehát főiskolai és egyetemi végzettségű ember dolgozik az utánpótlás gyerekeknél, ez főleg a 6-tól 10 éves korig nagyon-nagyon nagy hiányossága, és a 6-tól 10 éves korig történő iskolai és klubnevelés az ott lévő szakemberek és a e, körülötte lévő, e, az iskolába is és a klubban is lévő szakemberek képzettségén óriásit kell változtatni, mert nem fogunk előre jutni. Na most Gábor, azt nézzük meg egy kicsit, hogy te hogyan látod azt a részét, hogyha már itt Nagy Ádámról meg beszéltünk, esetükben hála Istennek nem elkalódott tehetségekről beszélünk, de nyilvánvalóan vannak számosan elkalódott, lemorzsolódó tehetségek is, és ez már összefügghet azzal a lelki traumával és eredménykényszerrel is, hogy vajon milyen légkörbe, milyen kényszerek és drillek mellett kell egészen kicsi gyerekeknek, és most már nem csak a futballról beszélünk, hanem különböző csapatsportában és egyéni sportában beilleszkedniük. Ugye itt nem csak pedagógiai kérdésről van szó, én azt gondolom, hanem akár szervezeti, adminisztratív kérdésről is. Nem véletlenül így hívtuk, mert ebben a témakörben a eredmény eredménykényszer témakörében Bodnár Pétert, a Magyar Kosárlabda Szövetség főtitkárát, akinek meglehetősen sarkos véleménye van erről a témáról. Tudnék arról van szó, hogy egyes sportági szövetségek oly módon finanszírozzák az utánpótlás nevelő szakosztályaikat, hogy azok mennyire eredményesek. Tehát adott esetben, hogy a kis Józsika bedobja azt a három pontos a meccs végén, vagy nem, ennek megfelelően lesz a utánpótlás nevelő edzőnek. Tehát amikor, amikor végigmegyünk a folyosón, a kosár akkor látjuk a sok korosztályos bajnok csak megkezdjük, hogy hova lett az a sok gyerek, igaz? Hát így van, így van. Tehát Felnődben. a, a, a Péter arról fog éppen beszélni, hogy náluk ez egészen másképp van, és ők nem a, a, gyermekori eredményesség alapján finanszírozzák az utánpótlás nevelő szakosztályokat, hanem annak alapján, hogy a későbbiekben hány fiatal játékos került be a felnőtt válogatott keretébe. És azt valami, ez egy előremutató elgondolás. Mester, mit gondolsz, hogy ebben, hogyha már a nemzetközi hiteltekintésről is beszélünk, és nálunk eleve hajlamosak vagyunk arra, hogy időről időre keressünk valami külföldi modellt, amit nem is annyira elsajátítani vagy átszűrni akarunk magunkon, mint sokkal inkább elkezdjük sematikusan másolni. Aztán azt mondjuk, hogy jó, ez most nem sikerült, akkor jöjjön a következő. Spanyol, német, mindig keresünk valamit. De hogyha most csak az utánpótlásra gondolunk, akkor akkor érdemes most nekünk nézni. Hát ebben a kérdésedben ugye megvolt a válasz is, valóban ez kapkodás, és ahogy már jeleztem, ugye itt csak veszem a 70-es, 80-as, 90-es éveket, ez, amit előbb itt beszéltünk, hogy a gyerekeket, hogy mennyit adunk fel a felnőtt csapatba, ez egy mérőeszköz volt, tehát ezt azért tettük. Én magam részéről 89 MB1-es játékost neveltem a Ferencvárosnak, ezek között későbbiekben lett 24 válogatott is, és engem így mértek, de én ezt komolyan is vettem. Tehát sokkal komolyabban kellene venni azt valóban, hogy milyen, most itt a, a gyerekkori kényszer, ez nálunk megrontolja mindennek, és ráadásul még egy rossz, eh, hogy mondjam én, mérőke is, és eh, legtöbbször a szülők alá ad olyan lovat, hogy később te ezt nem tudod kezelni. Tudni, hogy eh, ha 10 éves, de főleg a 8-tól 10 éves korig a gyerekek rettentő, hogy mondjam én, több úgynevezett speciális képzést kapnak Magyarországon, mint annak idején mondjuk egy francia, vagy egy német, vagy egy angol, mindegyiknél volt szerencsém járni, és végeztem ott különböző kisebb, <kül> nagyobb kurzusokat, és ezek a mi gyerekeink bizony ezek, ezekben a korosztályokban megverik az ilyen korosztályú gyerekeket, ez pedig abból adódik, hogy speciális, úgynevezett taktikai edzéseket tartanak, amiben az a legfontosabb, hogy nyerjél. Ez az említett országokban és egy jó nagyon sok országban, ez lehetetlen. A gyerekeket ebben a korban erősen kell képezni, eredménykényszer az nincs, nálunk pedig ekkor is. Innentől kezdve, amit mondtam, hogy ráadásul ez vissza fog ütni, mert a, a 8-9-10 éves gyerek ilyen sikereket ér el, mert tényleg nyer. Hát aztán jön a frusztráció, meg a kiégés, meg, meg jön a szülő, a szülő, amelyik azt mondja, hogy hát ez, hát ez a gyerek, ez a zim, ennyire hát ez, tudod, egy, hát ez egy zidan, nem És innentől kezdve, aztán Jön a de nagy hiányosság, hogy akkor nincs az a szakember annyira fölkészülve már most már pszichológiából, vagy tényleg szociológiából, gazdaságból, hogy meg tudja védeni az elveit. Nem is tudja megvédeni, mert annyira előre szaladt. Világos, És értem. Hát ez, ez, ez a, a, a gond. Most Gábor, azt nézzük még meg, hogy ugye van ez az eredménykényszer, amiről általában azt mondják, hogy hibás dolog és törekvés, egyre többen. Meg máskülönben gyakran van arról szó, hogy nálunk erősebb vagy ütősebb nemzetek gyermekei, meg kiskorokban megtanulnak győzni, és ez nem eredménykényszer, meg győzelmi kényszer, hanem a győztes alkottá válás. És azt az is érdekes dolog, hogy, mi, hogy ez, az viszont ez egy fontos dolog lenne, hogy az a fajta, ma, és ez itt egy skandináv téma Igen, lehet, hát itt, itt, nyilván a fizikai felkészítésről is lehetne beszélni, hogy gyermekkorban a, a, a külület, Szét kell külület, a gyereket, igen, igen. Vagy pedig ez Később, később, következik ebbe. Ugye, hát igen, az a győzelmi kényszer, ez mindenképpen egy adott probléma, és adott esetben éppen a szülők a legnagyobb hibásak ebbe, akik, ez, akik a rögtön világbajnokat szeretnének már sérdülő, meg ifikorban látni a gyerekükből. Egyébként lénárt is éppen erről fog beszélni a kettes nyelvéséhez. Igen, hogy ezzel, ezzel szemben hogyan győztes alkottál állni, amikor azt mondják sok esetben sikeres csapatoknál vagy játékosoknál, hogy a gyerekkorában megtanulta azt, hogy ő mindig győzni <hül> akar, nem győzelmi kényszere van és nem válik frusztrált attól, hanem hogy ő, ő egy győztes, az ő nem természetesen egy Természetesen nagyon fontos, egy a lényeg szerintem, hogy ne élet-halál kérdése legyen ez gyerekkorban. Uh -huh. Hát egyetértesz, most nem? Természetesen, hogy egyetértesz, csak hogy itt megint a, a, az edzők, vagy ahogy mondom, az oktatók, a nevelők és a képző felnőttek nagyon fontosak tudnék. Ez a tulajdonság, amiről itt beszéltek, ez a gyerekben bent van, ezt a gyerekből nekem kell kihozni. És nem, ez, ez nem olyan, hogy, mert ugye vannak akcelerált, tehát korábban fejlődő gyerekek, ezek már jóval előrébb tartanak, és akkor ők már úgy is érzik, hogy jó, ez óriási nagy hiba, itt kell a szakember és a szakember tím és a szakember gárda, amelyik megállt parancsol, és valóban képességeket kell fejleszteni, és a mindig győztes alkat, és hogy minden nap győztem, az gyakorlatilag magában az edzésben, az edzettségben, és a, az én személyemnek a... a, a növekedésében, vagy a személyi egyéniségemnek a növekedésében és gazdagságában jelenkezik a győzelem, nem pedig a gólókban és tulajdonképpen. Ez érthető. A... Izgalmas lesz ez a konferencia, mindenkinek ajánlom elsőjén. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.